Európát, demokráciát, rendszerváltást, skandálta a tömeg a közfelháborodás napja elnevezéssel megtartott tüntetésen. A Facebookon szervezett rendezvényen a korrupció, a jelenlegi külpolitikai és a túlzott adóztatás ellen tiltakoztak. A demonstrációt eredetileg az internetadó ellen hirdették meg. A kormány azonban időközben visszavonta a javaslatot, a szervezők mégis a demonstráció megtartása mellett döntöttek, több ponttal kibővítve annak korábbi célját. Egyes beszámolók szerint több ezren tüntettek a Kossuth téren. A fővárosi demonstráción felszólalók összefogásra, szerveződésre és új politikai rendszer létrehozására szólították fel a jelenlevőket. Este 8 óra után a parlamenthez újabb rohamrendőrök érkeztek, és felszólították a jelenlevőket, hogy működjenek együtt a rendőrökkel és hagyják el a területet. A budapesti demonstrációval egy időben, amelyre több ellenzéki párt képviselő is jelezték részvételüket, több magyarországi és külföldi városban is hasonló demonstrációt tartottak. A rendezvényen nem történt leállítás, illetve őrizetbevétel. 4 nő rosszul lett, illetve egyikük megsérült. Az utolsó résztvevők nem sokkal éjfél előtt hagyták el a Kossuth teret.